Köszöntöm a kedves nézőket, a Krónikát, a Tapolcai Városi Televízió hírmagazinját látják. A tartalomból röviden. Kinyitottak a teraszok Tapolcán is. Felkészültek a vendéglátósok. Ajándékmaszk a ballagóknak. Sikeres vizsgát mindenkinek. Éves karbantartás. Megszépül az Egri utcai játszótér. Ismét csőtörés a strandúton. Eltörött a főnyomócső. A terasznyitás hírére a tapolcai vendéglátósok is lázas készülődésbe kezdtek. A pénteki nap mindenkinél a takarítás, fertőtlenítés és árufeltöltés jegyében telt el. Kameránkkal ellátogattunk néhány helyre, hogy megtudjuk, hogyan teltek az elmúlt hónapok, és mit várnak a nyitástól. A vírusjárvány vitathatatlanul egyik legnagyobb vesztese, elszenvedője a vendéglátóipari szektor volt. Ez utóbbi a kényszerű zárvatartás után holnaptól részben ugyan, de újra nyithat. Ismert tapolcai vállalkozókat, üzlettulajdonosokat, vendéglátósokat kérdeztünk meg arról, hogy miként teltek az elmúlt hónapok, hetek, napok, és mire számítanak, mit kínálnak vendégeiknek holnaptól. Elég nehéz volt ez a idestól 5-6 hónap. Tulajdonképpen zárva töltöttük ezt az 5 hónap időszakot, kiszállítással próbálkoztunk, illetve hát most, hogy lassan dördül a startpiszta, így megpróbáltunk erre fókuszálni a nyitásra, a kerthelyiségek nyitására. Közel 6 hónapja vagyunk zárva. Amit el tudok mondani, hogy több problémával is szembe kellett nézni. Először is az, hogy nincs forgalom, ennél fogva nincs bevétel, viszont ugye azt tudjuk, hogy támogatást ezen a szinten, ahol az ISIS áll, itt nem kaptunk. Nincs alkalmazott, én vagyok egyedül, tehát igazából az állam semmiféle támogatást nem adott. Ezzel nem, nyilván nem vagyok egyedül ezzel a problémával sajnos, úgyhogy nagy probléma volt. A másik nagy probléma, amit nem mindig említenek meg, vagy kevésszer említenek meg, hogy az ember rendelkezett egy árukészlettel, ugye nagyon hirtelen kellett bezárni, ennél fogva megvan mindenkinek az árukészlete, amivel dolgozni tud, és ugye a söröktől, üdítőktől, chips, csoki, egy csomó mindennek lejárati szabadtassági ideje van. Ellentétben a tavalyi évhez képest az idén igen megtartottunk minden kollégát, úgyhogy hát 16 fővel várjuk most így az indulást. Hát most majd kell fejleszteni dolgozóba is, de most szerintem még egy kicsit várnunk kell, hogy hogyan indul el. Hát reméljük, hogy jól. Igen, megpróbáltunk arculatot egy kicsit szebbé varázsolni, a külső arculatot. Ennek képén majd látható is lesz, hogy új butorzattal, új dizájnnal egy kicsit a teraszos részt azt igen erősítettük. Próbáltunk mindent hozzáigazítani, itt a virágoktól elkezdve a kaspók, az asztalon lévő kínálók mindennel azon arra törekedve, hogy esetleg itt a szezonban még ez is pozitív dolgokat hozzon az embereknek ezután a hosszú várakozás után, hogy mindenféleképpen a külső dolgoknak a megjelenésén próbáltunk pozitívan változtatni. Hát már nagyon vártuk a nyitást, fertőtlenítéssel, takarítással, holnapra már bekészültük a fagyikkal, a szendvicsekkel, süteménnyel. Személyzet szempontjából mindenféleképpen ez a maszkviselés, illetve a fertőtlenítő szereknek a kihelyezése mind kültéren, mind a mellékhelyiségek tekintetében, illetve a vendégek távozása után az asztaloknak a sterilizálása és ezzel való törődés és foglalkozás, hogy tényleg minden úgy menjen, hogy főleg itt a fagylalt árusításra, hogy arra is kitérjek, hogy azért még szigorúbban a higiéniás betartás szempontjait elővéve.
teljesen betarthatók, nyilván bent állok a pultba, tehát fogom tudni szabályozni azt, hogy egy lány, egy fiú megy be, tehát ezeket mind be lehet tartani. Azt gondolom a vendégek, mivel már vágynak arra, hogy egy kicsikét leülhessenek, nem az alkohol véget, hanem az egymás társasága hiányzik legjobban, mert ugye alkohol tudnak oda-haza is inni. Nekem kell a pultba viselnem, vagy az alkalmazottnak, aki van, ő neki kell maszkot viselni. Én is be fogom természetesen tartani, hisz érdekem az, hogy itt minden rendben menjen. Talán az volt a legnehezebb a vendégekkel tudatosítani azt, hogy mi megpróbálnánk a maximálisan betartani az előírásokat. Hát ez több-kevesebb sikerült tavaly, hát talán ez lesz a legnagyobb feladatunk, hogy ezzel is foglalkozzunk, ezzel is legyen időnk foglalkozni, hogy a vendégeket is arra ösztönözni, hogy tartsák be az előírásokat, és ne dobják el olyan gyorsan, mint mondjuk, ahogy tavaly is elengedték ezt a történetet. Mi nagyon várjuk, hogy nagyon-nagyon sokan lesznek, és ahogyan az érdeklődés van, szerintem lesznek, és hála is, és nagyon várunk mindenkit. Az emberek amennyire ki vannak éhezve, hogy mehessenek, ihassanak, ehessenek a vendéglátásban, arra gondolunk, hogy erre van igény. Hosszú volt ez az 5-6 hónap bezártság, nélkülözés. Azt gondolom, hogy jó szezonra számíthatunk. Nagyon optimisták vagyunk itt a tavalyi szezonból kiindulva. Arra lehet számítani, mind a Balatonparton, illetve itt a Balatontól 50-100 kilométerre eső területeken is, hogy intenzív lesz szerintünk a szezon. Jó, biztos sok tényező kell még hozzá, itt azért a szálláshelyek a Tapolcán, azért a barlangnak az elindulása az még nyomni fog a turizmuson, de igen, mi arra számítunk, hogy egy jó szezon elé nézünk. Sok a visszatérő törzsvendég, ők már jelezték, hogy fognak jönni, már foglaltak le asztalokat is, hogy tehát gyakorlatilag több mint a felénél több le van már foglalva asztal, hogy nehogy lemaradjanak az ülőhelyről, mert azért én elég sok vendégre számítok, mert mindenki 6 hónapig be volt zárva, és most egy kicsikét ki kell engedni a gőzt. A hangulat az biztos, hogy jó lesz, mert ezt fixen merem mondani, mert nálam mindig jó hangulat van. Nekünk már takarítás is egy öröm volt, de nagyon várunk már, hogy visszálljunk a rendes kerékvágásba. Már tavaly sem lehetett megtartani a végzős középiskolások legjobban várt ünnepét, a ballagást. Elmaradt a városi, és elmaradtak az iskolai búcsúztatók is. Akkor személyre szóló emléklapokat készített a város önkormányzata, most viszont a város logójával ellátott maszkokat kapnak emlékbe az érettségire, szakmai vizsgákra készülők. Dobó Zoltán polgármester és Puskás Ágos alpolgármester szállította ki kedden az intézményekbe a csomagokat. Tavaly ugye személyre szóló emléklappal kedveskedtünk és búcsúztattuk el a ballagókat. Idén pedig, hát mint ahogy rajtam is látszik, a kor kihívásainak megfelelően egy emblémázott országmaszkot adunk. Adhatnánk mást is, hiszen mindig útravalóval szoktuk elengedni a diákjainkat. Én hiszem azt, hogy ez az időszak nagyon hamar véget ér, és vagy egy társadalmi összefogással, vagy a tudomány erejével, vagy bármi mással legyőzzük a vírust, vagy legyőzzük ezt a helyzetet. Mindenki kiválaszthatja magának és világnézetének megfelelő választ. Én azt szeretném, hogy a lehető leghamarabb visszatérjen minden a normál kerékvágásba. Újra tudjunk egymáshoz menni, újra tudjunk társadalmi rendezvényeket tartani, és mindenki megtalálja azt a fajta kikapcsolódást, ami neki és családjának a közösségben történő társas együttléteket a legtöbb örömmel tölti el. Hétfőn megkezdődnek az írásbeli érettségi vizsgák. Polgármester úr a városi ballagáson mindig egy pár gondolattal szokta útjára indítani azokat, akik most fejezik be a középiskolás éveiket. Most mivel tudná bíztatni ezeket a fiatalokat? Arra kérném őket, hogy beszélgessenek kicsit apuval, anyuval, vagy esetleg nagyszülőkkel, és kérdezzék meg őket, hogy volt-e nehézség abban a korban, és hogy ők hogy tudtak túl lenni azokon a nehézségeken, hiszen azért
nem zökkenőmentes sose senkinek sem az élete, és vannak egyéni megpróbáltatások, egyéni megméretetések, és vannak olyan helyzetek, amik mondjuk egy egész várost, egy egész országot, egy egész nemzetet sújtanak. És mégis mit magyarul tudunk beszélni, több mint 1100 éve küzdünk itt a megmaradásért, az emberiség még régebb óta, és láss csodát, mégis élünk, és mégis tudunk érvényesülni. Én tudom, hiszem és remélem is, hogy a most érettségiző, vagy most vizsgázó, most ballagó generáció is tud ebből meríteni. Egy pár évtized múlva esetleg a saját gyermekeinek át tudja adni azt a fajta élni akarást, érvényesülni akarást, amit a nehézségek által szerzünk most meg, ki egyénileg, ki közösségben, de mindenképpen, hogyha a Jóisten is megsegít minket, akkor hamar túl leszünk ezen a helyzeten. Ez nem csak egy vírus helyzet, hanem ez egy egész társadalmi krízis is, és még szerintem nem is látjuk és nem is tudjuk, hogy mi vár ránk, milyen gazdasági és társadalmi hatásai lesznek a COVID-járvány néven ismert gazdasági és egészségügyi krízisnek. Most itt állunk a Bacsányi gimnázium előtt, de maszkból van bőven, kerül-e a többi középiskolába is itt a Tapolcán? Igen, minden végzősünkhöz kerül, minden ballagónkhoz kerül. Én most átadom ezt igazgatóasszonynak, aztán majd Puskás Ákos alpolgármester úr is meglátogatja másik középiskolánkat, illetve a harmadikat is, és mindenki kap ebből a maszkból. Karbantartás miatt lezárták az Egri utcai játszóteret, de május 1-től újra birtokba vehetik a gyerekek, tudtuk meg Horváth Gábortól, a Cseleház Kft. Műszaki vezetőjétől. Éves karbantartása folyik a játszótérnek, tehát az elemeket, amit szükség szerint javítani fogunk, valamint lefessük az összes elemet. Körbe van kerítve a játszótér, tehát most nem lehet bevenni. Igen, mert ugye eddig az volt a gyakorlat, hogy részlegesen zártuk le az egyes elemeket, amikor karbon tartottunk azért, hogy a kisgyerekek azért tudjanak játszani, itt az anyukák le tudják hozni őket. Sajnos itt a tavaly évben volt egy konfliktus, amikor egy nagymama ugye lehozta az unokáját, és nem figyelt kellőképpen rá, aztán egy festékes dobozt hordozott a kisgyerek, és ezért ugye úgy döntöttünk, hogy ezentúl úgy fogjuk a játszótereket karbantartani, hogy teljes lezárás mellett. Mikor várható, hogy visszatérhetnek a gyerekek ide a kedvenc játszótérre? Hát szeretnénk megoldani ezt a feladatot május 1-ig, de hát ugye az időjárás is közbeszólt, eddig ugye a fagyok miatt ugye nem célszerű szabad téren festegetni, most azért bár mondjuk az éjszaka is ugye eléggé hideg volt, tehát olyan a -1 fok körül, de mindenképpen ugye rászorult a felújításra és fertőtlenítésre ez a játszótér. Reméljük, hogy az időjárás kegyes lesz hozzánk, és május 1-ére birtokba veheti a kicsi és nagy közönség a játszóteret. Úgy tűnik, mintha új homok lenne a homokozókban. Igen, a homokozókat kicseréltük, mindkét homokozóba a homokot, megigazítottuk a bukóréteget, tehát a gyöngykavicsot, és úgy, ahogyan az előbb említettem, tehát az elemek festése is sorra kerül, vagy hát már folyik is. Nemrégiben jártunk itt a Cseleház Kft.-nek a telephelyén, és ott lehetett látni már, láttuk mi is, hogy rengeteg sok pad került felújításra, ott várakoznak arra, hogy visszakerüljenek a közterületekre. Itt nagyon sok pad van még, amiről hiányzik az ülőfelület, meg a támaszkodó rész. Ezek mikor kapják vissza majd ezeket a fa elemeket? Hát igen, ugye az úgynevezett betongyámos, tehát a betontartós padokról leszereltük még a tél elején a ülékéket, és nagyobbik részük azok teljes cserére fog végrehajtódni. A kisebbik rész az csak le lett csiszolva és le lett festve, de teljes garnitúra készen van. Tehát a játszótérnek a karbantartásának a befejező szakaszánál a padokra az ülőkék is ki fognak kerülni, ugyanúgy, mint a napvitorla is fel fog kerülni a játszótérre a előre elkészített helyre. És itt ugye meg szeretném ragadni az alkalmat arra, hogy a 4 évszakszobor is ugyanígy, tehát a 4 évszakszobor környéke és ugyanígy ott is vannak ugye elhasznált ülőpadok, az is már le van gyártva, le van festve, elő van készítve, valamint a zeneiskola udvara is szintén ugyanez a helyzet lesz, csak hát időkérdése, amikor tudjuk, kihelyezzük, amikor odaérünk, és meg lesz az is csinálva rendesen. Cseleház Kft. Mindig szigorú ütemterv szerint dolgozik, most mi lesz a következő nagyobb munka?
Hát a következő nagyobb munka, hogy átmegyünk, egyrészt folyik a fűnyírás, tehát azzal is igyekszünk felzárkózni, mert ugye a természet ugye beindult, tehát úgy néz ki, hogy most már tavasz lesz, tehát a meteorológus is mondják, hogy most már a 20 fokot is eléri, tehát így a füvet fogják húzni. Tehát első úgymond főcsapás irányunk a fűnyírás, ami megkezdődött, most már kimegyünk a Lidnél, és utána fogunk visszajönni ide a Y-háza környékére. Hát itt sajnos nagyon nehézkesen megy a fűnyírás, mert hiába táblázunk. Sok esetben a gépjármű tulajdonosok nem hagyják el a helyet, vagy férváról veszik, és hogyha valami baleset történik, nehogy Isten, fölpattan egy kő az autóra, akkor ugye konfliktus helyzet alakul ki. Hát a figyelmeztető táblákat megfelelő időben minimum egy nappal előtte kirakjuk. Sajnos azt a úgymond taktikát fogjuk folytatni, vagy én úgy rendelkeztem, hogy ahol nem mennek el a gépjármek, akkor ott hagyjuk. Tehát ez nem a csalaháznak a hibája lesz, de nekünk menni kell tovább, és innét ugye már a városközpont az egyszer kapott egy fűnyírást, innét pedig a Dobóváros részbe fogunk menni, és ott lesz a következő nagyobb úgymond bevetés. Az elmúlt időszakban már többször is előfordult a Dobó lakótelepen, hogy csőtörés miatt nem volt víz, legutóbb április 9-én. A héten ismét megtörtént. A hiba nem volt kicsi, a főnyomócső tört el immár másodszor. Április 27-én a kora délutáni órákban hatalmas víz jelezte a városi termálstrand mellett, hogy komoly a baj. A szakemberek azonnal munkához láttak, közben megszervezték a Dobó lakótelepen élők számára a lajtos kocsiból való vízvétel lehetőségét. A hosszú órákon át tartó megfeszített munka eredményeként szerda hajnalra állt vissza a vízszolgáltatás a városrészben. Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány minden hónapban megválasztja a hónap mentősét. Április hónapban ez a megtiszteltetés Szalai Lászlót, a tapolcai mentőállomás vezetőjét érte. Így vallott magáról a mentősök szakmai lapjának hasábjain. Az iskola után azonnal 1984. augusztus 1-én léptem be az Országos Mentőszolgálathoz mentőápolóként, majd további képesítéseket szereztem, 2007 óta pedig a tapolcai mentőállomást vezetem. Az időm nagyobbik felében azonban továbbra is kivonuló szolgálatban mentőtechnikusként dolgozom, és ha szükséges, vezetem is a mentőautót. Csak olyan feladattal bízom meg a munkatársaimat, amelyet magam is ismerek. Szeretek mindent első kézből megtapasztalni, hogy el tudjam mondani, mire számítsanak, mire kell figyelniük, így biztosan nem fogják azt érezni a bajtársak, hogy nekem csak a szám jár. Talán ezért is lehet ilyen összetartó a közösségünk, ahol tudom, hogy számíthatok a csapatomra. A mostani időszakban a bizonytalanság a legnehezebb. Hiába tervezünk előre, az élet sokszor felülírja. Ezért esik különösen jól az a sok jó szó, segítség, adomány, amelyet a mentőállomáson kap a helyiektől. Ezúton is köszönjük, és igyekszünk a jövőben is megszolgálni a bizalmat. A Veszprém megyei rendőrfőkapitányság 2021. április 22-én rendezte meg a rendőrség napja alkalmából az ünnepi állománygyűlést. Az ünnepségen dr. Fellegi Norbert rendőr ezredes megyei rendőrfőkapitány adott át elismeréseket azoknak a kollégáinak, akik példaértékű szakmai munkát végeztek. A 2020 bűnügyi munkatársa megtisztelő elismerést a tapolcai Barca Péter rendőrőrnagy, a Veszprémi rendőrkapitányság kiemelt főnyomozója vehette át helytállása és magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként. Kedves nézőink, nézzük a krónika végén főbb híreinket még egyszer röviden. Kinyitottak a teraszok Tapolcán is. Felkészültek a vendéglátósok. Ajándékmaszk a ballagóknak. Sikeres vizsgát mindenkinek. Éves karbantartás. Megszépül az Egri utcai játszótér. Ismét csőtörés a strandúton. Eltörött a főnyomócső. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, a krónikát a Tapolcai Városi Televízió hírmagazinját látták. Rólunk szóló és minket érintő friss hírekkel legközelebb is várjuk Önöket a képernyők elé. Viszontlátásra!